Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, de jelenti a szerelmi kapcsolatokat is, vagy utal művészi tevékenységre. 11-én, november 11-én Vénusz bolygó elbúcsúzik a mérleg jegyétől, és áttér a Skorpión jegyébe, és itt marad december 5-éig. Tehát indul egy új fázis, egy új ciklus, ez kihat ránk hölgyekre, de kihat a párkapcsolatra is. A Skorpión jegyénél a víz eleméről van szó, és ez jelenti az érzelmeket. Ha már most itt a víz eleménél vagyunk, akkor mutatok egy gyakorlatot, az ujjaink jógáját, és ez aktiválja a víz elemét, kihat az érzelmeinkre. A hüvelyk ujjunk az jelenti Mars bolygó energiáját, és a kisujj az Merkur bolygó energiáját. Merkur bolygónál gyakran gyermekekről, gyermekkori témákról van szó, de jelenti a mozgást, a cselekvéseket, a kapcsolatokat és a kommunikációt is. És ez a gyakorlat kihat a víz elemére, tehát az érzelmekre, hogy erősítsük ezt, hogy tudjunk érzelmekről beszélni. Mutatom a gyakorlatot, tehát a hüvelykúj és a kisúj így összetartozik. Belélegezésnél összenyomjuk, kilélegezésnél kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mi történik ebben az új ciklusban, amikor Vénusz bolygó a Skorpión jegyében van az indiai számítás szerint. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy ez egy nagyon precíz számítás, és egyhangban van azzal, ahogy az asztronómusok szintén ezt kiszámítják. November 11-e, 11. hónap, 11. nap, 2022-ben 11-11-22, ennek is van egy jelképes jelentése, a 11-es szám utal egy lelki kapcsolatra, vagy az ikerláng szerelemre, és a 22-es szám a párkapcsolatra. 2x2 az 4, tehát a 4-es szám is kihat, és a 4-es szám jelent egy stabil párkapcsolatot. Tehát ez lehet egy jó kezdet, különösen egy ikerláng szerelemnél, hogy kialakuljon egy tartós, stabil párkapcsolat. Amit a Skorpión jegye még jelent a víz elemén kívül, ahol érzelmekről van szó, jelenti a változásokat, a megújulásokat, a transformációt. Azon kívül van itt valami titkos kisugárzás, egy olyan mágikus vonzalom. Amit a Skorpión jegye még jelent, és ez is fontos a párkapcsolatban, ezek a szexuális témák, hiszen a Skorpión jegye uralkodik e felett a téma felett. És itt mozog a szerelem bolygója most, Vénusz bolygó. 13-án, november 13-án jön ehhez egy Merkur hatás, hiszen ezen a napon Merkur bolygó elbúcsúzik a mérleg jegyétől, és áttér a Skorpión jegyébe. Itt lesz mozgás, lesznek cselekvések,
bizonyos helyzet, ahol lesz egy termin, vagy valamilyen irat, amit aláírtok, tehát kihat a munkára, a hivatásra is. Ami a párkapcsolatot illeti, akkor itt lesz mozgás, lesznek beszélgetések. 22-én eléri Merkur bolygó Vénusz bolygót, és együtt fognak hatni. Ez utal ránk hölgyekre, tehát nálunk lesz mozgás, vagy mi fogunk cselekedni, és beszélni fogunk érzelmekről, hiszen mindez a víz elemében van. 16-án, november 16-án az indiai asztrológia szerint ide érkezik a nap. Utal egy havi témára, és megvilágít valamit. Itt tisztázódnak a dolgok, különösen ami a párkapcsolatot illeti. 30-án, november 30-án Vénusz bolygó és Mars bolygó pontosan szemben áll egymással. Ez kialakít egy Parivartana jógát, ami általunk ismert asztrológia szerint ezt recepciónak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében mozog, és a Szkorpión jegye felett Mars bolygó uralkodik. És Mars bolygó a Bika jegyében mozog, és a Bika jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Ez úgy hat ki az eseményekre, mint két jó barátnál, akik meglátogatják egymást. Tehát a másiknak a házában vannak, és akkor itt megvan a bizalom, és lesz beszélgetés, lesz egy kapcsolat, mintha az egyik azt kérdezni, na hogy érzed magad nálam, minden rendben van az otthonomban. Én is beszámolhatok erről, hiszen én a te házadban vagyok, és én vigyázok erre. Megvan ez a bizalom, megvan a kapcsolat. És itt lesznek beszélgetések. Ez különösen 30-án hat ki ránk, 30-án hat ki a párkapcsolatra. 24-én Jupiter bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad. Lesz egy új irány. Jupiter bolygó kihat az eseményekre, hiszen szerencsét hozhat, adja a lehetőségeket, nem csak a párkapcsolatot illetően, ez lehet egy bírósági ügy, hivatalos dolgok, vagy egy munkahelyi téma, ahol úgy előre mennek majd a dolgok. Ezen a napon, tehát 24-én a Hold eléri a Szkorpión jegyében Vénusz bolygót, aktivál anyai témákat, de jelenti az érzelmeket is. Kihat ránk hölgyekre. 26-án, november 26-án a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel van a Földhöz, és aktiválja a vágyainkat, a kívánságainkat, az álmainkat, és mivel a Földhöz közel áll, ez az álom megvalósítható. December 1-én Mars bolygó áll a Földünkhöz közel, ez utal a férfiakra, tehát ezen a napon, vagy ettől a naptól kezdve a férfiaknál megvan az a lehetőség, hogy a terveiket megvalósítsák. 5-én, december 5-én a Hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhut, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, és ezen a napon, december 5-én Vénusz bolygó elbúcsúzik majd a Szkorpión jegyétől, és áttér
a nyilas jegyébe. Tehát itt is lesznek változások, ami kihat ránk hölgyekre, és kihat a szerelemre. Most összefoglalnám, november 11-től december 5-ig Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében van, utána áttér a nyilas jegyébe. Itt érzelmekről, változásokról, megújulásokról és testi kapcsolatról van szó. 13-ától jön Merkur hatás, itt lesznek cselekvések, lesz kommunikáció, különösen november 22-én. 16-áig itt van a nap, a Szkorpión jegyében megvilágít valamit, tisztázódik valami körülöttünk. November 30-án Mars és Vénusz bolygó szemben áll, itt tükröződik valami. Itt kell a középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Kell a belső egyensúly, és kihat a párkapcsolatra. 24-től változik a helyzet, ami Jupiter mozgását illeti, hiszen előre mennek az események, és Jupiter bolygó szerencsét hozhat. Ezen a napon a Hold találkozik Vénusz bolygóval, kihat ránk hölgyekre, kihat az érzelmeinkre. 26-án van egy Lilith energia, egy álom megvalósulhat. És december 1-én a férfiak megvalósíthatják a terveiket. És én kívánok nektek egy szép napot és egy szép Vénusz időszakot a Szkorpión jegyében.